Jó reggel, csapat! Jó reggel. Te, Igen. Alika már elfakcióban van? Te gyere! Hol van Elf? Megnézzük. Fogalmat sincs. Összehajtogat a ruháidra. Szerintem ez anya volt, nem az el. Szép jó reggelt kívánom mindenkinek, udarekettes a hangom, és az ugye egész családra igaz. December 1-ével beköltözött hozzánk Elf Manó, nem tudom, hogy ismeritek-e. Nem is itt volt, hanem a szobámban. Oli mindent megfigyel, és ami nem úgy van, ahogy volt, az biztos, hogy Elf volt. Elf Manó a Mikulásnak a kis segédje, aki így az ünnepek közelettével beköltözik a gyerekek mellé, és reggelente mindenféle csínyekkel készít fel minket az ünnepre, és hát spicliskedik is, ugyanis hát köp a Mikulásnak meg a Jézuskának, hogyha a gyerekek rossz dolgokat csinálnak, de hát nálunk erről szó sincs természetesen. Na hát a nappaliban nincs. Megölettem, ott biztos nem nincs. Eli szobájában nincsen. A te szobádban sincs, a nappaliban sincs, akkor hol lehet? Képzeljétek el, ezt is Elf Manó hozta, ugyanis nem csak csínyeket hoz, hanem hát kedveskedik is a drága gyerkőcöknek. Ja, és hát van egy elfdetektorunk. Oli személyében, de hát Eliz is nagyon komoly elfdetektor. Hát minden reggel lesz várja, hogy találkozzanak is Manóval. Hol lehet vajon szerintetek? Hol van Bobi? Ez komoly! Háromszor volt itt! Háromszor volt már ebben a fürdőszobában? Horgászik az öreg elf. Na hát most mondjátok meg, elcsente Olinak a horgászbotját, és pecázik a mosdókagylóban. Ez komoly! Már csak pár nap van karácsonyig. Ami van ünnepi hangulatod már? Igen, én nagyon várom. Sütögetem a kis sütikéimet. Igen, nagyon várom. De még nem pukkalunk le. Dicsekedtünk mindenkinek, hogy ezt az őszi szezont lehoztuk minden betegség nélkül. Tényleg egyszer sem volt velünk semmi. Uh-huh. És na hát most karácsonyra úgy látom, hogy kezdünk lenyugodni, megpihenni, ugyanis kell betegség. Úgyhogy remélem le tudjuk karácsonyig. Apa, ez nem tudja, hogy ez vízbe való. Jaj, most hát ez nem vízbe való. Csibészef, jó nagy galibákat okozol. Közben meg minden reggel nagyon jó hangulatot teremt. Olyan jól indul így a napunk. Írjátok le kommentbe, ha nálatok is járt már Elf Manó. Na hát ezzel el lesznek itt egy darabig. Kis fokóhorgászok. Ne! Mi történt? Elf! Úristen, meg fog fázni! Úszik egy kicsit? Ne, és nem szabad hozzányúlni, akkor eltűnik a varázslat, ugye? Elfmentő akció indul. Ne, ne, ne. Ja! Ilyen egy átlagos reggeli a Nagy Dani konyhájában. Fogyasszák egészséggel! Ó, látjátok, egyből jobb kedvre deríti az ember. Jaj, Oli! Na hát, megjöttünk a következő állomáspontra, és hát úgy látom, hogy derekam most már mindig egy topik lesz a videóimban, hogy épp hogy vagyok, meg hogy mi van vele. Jöttünk edzeni. Hozd a táskád. Hova jöttünk, Oli? Nem hátmasszázs, hát torna. Szóval gyógytornára jöttem Olikával, mert hát azt olvastuk az Ovis csoportban, hogy mindenki lebetegedett. Vagy betegeskedik a csoport, és úgy vagyunk vele, hogy hát inkább maradjon otthon Olikám, és ne az ünnepekre robbanjunk le. Úgyhogy nem ment az Oviba, így elkísér a mai programjaimra a kis Manó. Nekem pedig szándékomban áll snowboardozni, ami hát azért na igencsak igénybe veszi a derekamat, ezért jó alaposan fel kell rá készülnem, úgyhogy jövök Renához gyógytornára. Mi az? Csontvád. Csontvád, gyere nézzük már meg közelebbről. Menj oda nyugodtan, vagy félsz tőle? Nem is láttál meg ilyet, ugye? Ez egy igazi csontváz. Azt a mindenit. Ki öltözött be Halloweenkor csontváznak? Én. Minden világító. Világító csontváz voltam. Én is az voltam. We'll be right back.
Na, boldog karét, sziasztok! Ez műfű. Ez műfű, aha. Na, jó volt a háttorna? Jössz még majd? Igen. Ügyesen csináltad az akadálypályát. 89-szer jössz? Igen. Na, a derekam felkészítve a snowboardozásra. Remélem tényleg jut nekem egy kis lejtőzés, mert annyira hiányzik már. Mikulás zokni. Na de! Egy régen orvosolandó problémát fogunk most orvosolni. Ugyanis tök ciki, másfél éve megszületett az Eliz, és még mindig nincsen kép róla. Szóval a lakásunk egyik éke szerintem az ez a fal, ahol a családi képeinket őrizzük, és úgy jövünk ki reggel az ajtón, hogy a hálószobákból, hogy itt vannak, és mindig vetünk rájuk egy pillantást, és nagyon szeretjük. Csak az a baj, nem baj, hogy Eliz nincs ezeken a képeken. Hát ezt hogy várhattunk ezzel ennyit? Lusták voltunk. Nem voltak képek. De ami késik, nem múlik, ugyanis megvettük a képkereteket, ráadásul sikerült ugyanolyannak a találni, mint amik ott vannak, és most szépen beilleszgetjük a fényképeket, és felfúrjuk. Ide! Ugyanis itt még pont van egy olyan falfület, ahová ezeket fel tudjuk tenni, és nagyon várom. Jó lesz? Jó, most egy kicsit aggódok, lehet, hogy nem jó a méret. Miért? Azt mondták, hogy ez ugyanaz a méret, de néz hosszabb, mint a keret. Hát akkor levágjuk az alját. Ó, tehát az sok meló. De sokáig fogjuk nézni, úgyhogy megéri. Na, válasszuk ki őket, aztán irány a fal. Ez a legnehezebb része a képválasztásnál, mert általában már azokat nyomtattuk ki, amik jók, tehát tetszenek nekünk, és akkor a jók közül is válasz ki a legjobbat. Szerintem az olyan nehéz feladat. Alakolunk, de nem egyszerű. Ez a nehéz része. Ú, Dani, inkább legyen ez, nézd. De hát azon csak én nem vagyok rajta egy időre. De ott direkt kukucs kell, de én nem akarok rajtuk lenni, úgyhogy amiken csak ők jól kinéznek, azok számítanak. Itt még nagyon-nagyon sok jó kép van. Nagyobb falfelület kell. Ezek még már karácsonyi. Hú, ez már nem. Na, akkor kalapáljunk. Alakulunk, de hát ez a legnehezebb része, hogy kitaláljuk, hogy melyik hova menjen. Hát, most megy a matek. Kicsit, azt én megnézem. Melyiket? Ezt? Ezt, az Eliz, és a másikat meg te fogod majd meglétszi, mert azt mondod, hogy lehet, hát akkor ezt most lerakom, és csináljuk tovább. Na, hol tartunk? Ez Eliz folytatja. Gyönyörű, az jöjjön! Nézd, na, oda próbálja, nem tudom, hiszem el. Ez óriási. Jaj, köszi, fogjad két kézzel. Úgy, ott jól lesz? Az ötök, jó. Aha. Igen, csak először fel kell szedelni, hoppá. Jó? Igen, semmi baj. Hello! Mi? Turbocsiga. Turbocsiga! Na, folytassuk! Na, és szerintem meg is van az utolsó kép, és gyönyörű lett! Nagyon tetszik! Játsszuk el, felkelek az ágyból! Nagy ásítás, és menjetek az útból! De gyönyörű! Na jó, ti gyönyörűbbek vagytok. Igazából ti vagytok rajta. Nagyon jól néz ki. Ó, gyere, nézd meg, kész van! Oli, ezt figyeld! Ide még jön egy állított. Hát igen, még van egy-két üres fold, de amúgy így is nagyon jól néz ki. Örülök, ezért így karácsonyra megcsináltuk. Na és hát, várjál, gyere, inkább gyere be ide. Gyere, gyere. Na és hát van egy, hát igazából egy karácsonyi rossz hírünk, és egy hatalmas tradíciót fogunk megszakítani sajnos. Itt egy kém. Na és... Hello! Fürdő, egy új helyszín. A sokadik próba. Szóval a címben láthattátok, hogy idén nem lesz karácsonyfa, vagyis nem tudom, hogy mit írtam pontosan. És hát igen, ez valamelyest igaz. Itt a pesti lakásunkban nem fogunk karácsonyfát állítani, ugyanis úgy döntöttünk idén, hogy a Szentestét vidéken fogjuk tölteni. Gyulán leszünk, utána pedig megyünk át majd Pécsre, onnan meg Ausztriába. Úgyhogy erre a pár napra most nem szerettünk volna ezért venni egy fát. Úgyhogy igazi karácsony lesz úgy, mint régen, 24-én a Jézuska hozza a fát, meglepetés lesz, izgi, más, mint ahogy eddig történt. Szerintem egy ilyen kis összefoglalót fogok csinálni, mint minden évben, hogy hogy zajlott ilyen vágóképekből, aztán majd Ausztriába megcsinálom nektek ezt a videót. Na hát röviden és tömören ennyi, ugyanis hát rengetegen hát vártátok ezt a karácsonyfa kiválasztós videót, ahova is elmegyek az én
az én pedig idén is a mesteremmel. Nagyon, pedig idén is nagyon megszakértettem volna. Hát most mások voltak a szakértők, bízunk benne, hogy ez is jó lesz. És hát van nagyon jó karácsonyi ajándékötlet, bár ez a videó már túl későn megy ki ahhoz, de... Ha nem is ajándékötlet, az biztos, hogy így az évkezdésre, az új évre, a fogadalmaknak a beváltására egy nagy segítség lehet. Új ízekkel gyarapodtak a selfie termékeink, csekkoljátok le a webshopot, leteszem a leírásba. És kollagén, hát... rostmix, mindenféle jóság van. És hát január elején a Kovirami programban lesz egy ilyen életmódváltó? Mondjuk életmódváltónak, igen. Az az igazság, hogy most újdonság lesz, hogy a 4 hét helyett most 6 hetes. Étrenddel és edzéstervel várunk titeket, úgyhogy gyertek. Rami programját is letettem a leírásba. Jelentkezzetek, csatlakozzatok hozzánk. Én is végig fogom csinálni ugye a derekam miatt most hát egy kicsit másfajta jellegű mozgásokat is kell csinálnom, úgyhogy a Ramiba pedig lehet szépen a fokozatosság elve szerint is becsatlakozni, szóval az is jöhet, aki tök kezdő, az is, aki haladó, mert a feladatokat mindig Ramiék úgy mondják el, hogy úgy nehezítik, úgy könnyítik, hogy ez mindenkinek elérhető. Lehető személyre szabadottan állítjuk össze az edzéseket, módosításokkal, és ami újdonság még, hogy most 2 étrenddel is készülünk, most egy 1800-as kalóriájú étrendünk lesz, úgymond azoknak, akik formálódni szeretnének, vagy hát megtanulni azt, hogy hogyan kell helyesen étkezni, és lesz egyel komolyabb, egy 1500 kalóriás étrendünk, ami pedig azoknak lesz, akik kifejezetten fogyni szeretnének, úgyhogy várunk titeket. Le akarják adni a beiglit, meg a halászlevet, meg mindent. Jó sok edzés, jó sok recept! Csatlakozzatok hozzánk, leírásban mindent megtaláltok. Elízus élet utána? Gyertek, ki kezdi? Elíz kezdi. Konkrét elképzelés. Igen, na figyeljetek! Az egy részéről. Hopp! Szörfös Eli! Most már tényleg Lilo? Vagy Stitch? Szörfös Eliz, nagyon jó, azta! De jó. Na most jön Oli, és még... Forog is! Forog is, gyönyörű volt! Hajrá, Oli! Hajrá, Oli! Hajrá, Oli! Hajrá, Oli! Na figyeljetek! Hajrá, Oli! Várjál, össze csak egyensúlyozunk. Azaz, egyensúlyoz. Szuper jó! Oké, forgás, 1-2-há! Az igen! És lehet jobbra-balra! Jaj, de nagyon profi! Jó. És forgás, 1-2-há! És megvan! Hogy Olival túl vagyunk az első sínapján már. Lehet, hogy Instagramon láttátok. Ja, meg kell ízni! Képzeljétek el, márciusban úgy tűnik, hogy megint lesz lakókocsis kirándulásunk. Instagramon kövessetek minket, ott majd hírré tesszük, hogyha ha tényleg megvalósul, de úgy tűnik, hogy március elején fog menni, de majd itt YouTube-on is jelzem. Ezt a koncentrál. Jaj, de ügyes! Jaj, nézzem, micsoda szurkolód van! Hajrá, Oli! Hajrá, vigyázz a lézben, hátra! Na hát ennek a videónak vége is, ugyanis indulunk, végre összepakoltunk, hát nem volt egyszerű művelet, 3 hétre összecuccolni. Megint megőszültem. Na jó van. Mindenkinek áldott, boldog, békés karácsony szeretnék kívánni. Most egyelőre nincs meg nálunk a hangulat, de mindjárt felvesszük a csúnya pulcsit, és csekkintésre mindenkinek jó kedve lesz, majd tapsra. Sziasztok!